Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. This is a test of the broadcasting system. Igaz, valós, helyes. A hamis profécia egyidős az írással, a barlangrajzzal, a gondolkodással. In Medias Res. Média tartalmak heti röntgenlelete az önkényes mérvadóban. Szervusztok, kedves hallgatók, az önkényes mérvadóban ezúttal a való világgal és annak éppen tizedik szériájával fogunk foglalkozni. Meglepő módon ki gondolta, hogy idáig is leérhetnek a radarnyalábok Kovács Négy Zolival és Puzsér Robival ezen a héten, de hát miért ne érnének le? Ugye minden évadnak lehet, hogy van egy tematikus tűnő üzenete felénk. Például az elsője az, hogy nem kell megvenni a Big Brother licenzt, hanem csinálunk egy saját valóságsót. A Big Brotherrel egy évben arra ráindítva, ez volt talán 2001-ben. Aztán lehet, hogy volt olyan, hogy ennek az üzenete az, hogy végre talán egy nő nyeri, vagy van egy meleg szereplő. Úgy tűnik, hogy ennek az évadnak az erőszakos párkapcsolata tematikája, és a legkülönbözőbb módon féregviselkedés, bár az talán nem újdonság, és az akármilyen módon verbuvált párodnak az erőszakos és verbálisan agyonnyomó kihasználása. Én nem követem napról napra ennek a való világnak a történéseit, meg általában nem nagyon bírok realityt fogyasztani, de számos forrásból záporozik felém a döbbenet, a teljes kulturális fegyverletétel gesztusai. Az általános vélemény ezzel a való világgal kapcsolatban, hogy ez valami egészen más, mint az előző 9 széria. Ez valami mindig egészen meg más. Mindig meg tudnak újulni. De igen, csak most a rossz értelemben. Miért? Tehát most nem arról van szó, hogy szintet léptek, hanem arról van szó, hogy szintet zuhantak. Arról van szó, hogy az eddigi való világ szériákban mondják ezt olyanok, akik szériáról szériára, adásról adásra követték ezeknek a cselekményét, mondják, hogy mindegyikben volt valami fajta derű. Volt valami fajta kedves proliság. A proliságnak ez a kedves, ez a Jedi oldala. Ez a derűs, vidám, önfelett prolicskodás. Ez ment a villában, és ennek volt egy élvezeti faktora. És hogy először is mindenki arról beszél, akivel csak erről a 10-es szériáról eddig szót váltottam, hogy ennek a derűs légkörnek nyoma sincs az és idei szériában. Ez derült ki az első 2 hónapban, hogy nincs egy Alekosz, akinek a fazonját kövest, és azon éppen szórakozzál, de ez még csak az a vihar előtti csend, amikor érzed, hogy nem derűs, de aztán kiderül, hogy mi még ennek a deficitnek a következménye. De még csak az a kedves proli Aurélió sincs, aki ugye nagyon sutyó, meg nagyon proli, de mégiscsak szerethető. Tehát, hogy az eddigi szériáknak voltak szerethető figurái, ezzel szemben ez a mostani széria valami olyasmit hozott, ami az eddigiekben nem volt jelen, és nem is volt várható, hogy föl fog tűnni, ez pedig a pszichoterror. A pszichoterror fogalma, a verbális megszégyenítések, a verbális abúzusok, a gyűlöletkommunikáció olyan szinten zajlik ebben az idei szériában, amilyen módon az eddigiekben legfeljebb csak nyomokban ütötte fel a fejét. Azt gondolom, amit láttam, és én elég sokat láttam belőle, az alapján, hogy a pszichés bántalmazás kategóriát így elég sokszor kimeríti. Itt szerintem határeset lehet azért, hogy
hogy lassan ott tartanak a szereplők közül egy páran, hogy ezt jelenteni fogják valahol, akár a szerkesztők, és akkor megszakítják az ő játékukat. És én nekem egy olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, és én az első Big Brother-t láttam, plusz ez a harmadik való világ, amiből látok többet. Ezek alapján, tehát nem láttam mind a tizet, ezek alapján olyan nekem, vagy úgy tűnik... De azért nekem, érted? Kezdem. Követni. Igen, hogy nem úgy, mint némelyik bent lakó, aki úgy viselkedik, mintha soha nem látott volna egy ilyen részt sem, tehát próbál elbújva suttogva dolgokat úgy átadni mások, hát ha nem vesz észre a közönség, de hogy ennél kicsit előrébb járok már én, de hogy nekem olyan érzésem van, egy olyan, mintha egy morális mélypont lenne ez, amit így, vagy ilyen Mariannárok alja, amit elértek, ami annak idején a Borát című filmben volt az esztétikai mélypont, ahol emberek kijöttek a moziból, bizonyos emberek, akik nehezen viselték már ezt, amikor 69-ezett a kis utitásával a Sasha Baron Cohen, hogyha az megvan nektek. Aztán már Bagatovval. Igen, az így van, aki amúgy is egy esztétikus pufi szőrös úr, és hogy a veled előadott 69-ezés volt az esztétikai mélypont, ami sokaknak már sok volt. Én azt gondolom, hogy a morális szempontból most érte el a való világ széria ezt a pontot. Nagyon szomorú, nekem ez egy ilyen több mint 20 éves tapasztalatom. Írtunk egy blogot még 99-ben, az volt a neve, hogy Ás és Brigád. Igazából ez így e-mailben terjedtek ezek a hülyeségek, és közben lett egy honlapja, és utána lett ez a blogformátum. Ez egy nagyon ordinári stílusban, egy nagyon unalmas nyelvi szerkezetet újra-újra megforgató, de egyébként egy ilyen szociál-esztétikai részletes megfigyeléseket felszíre hozó írományoknak a tárháza volt. Elég sokak a hatással volt. Ami engem nagyon sokan ismerik, utólag is meglepődöm ezen, mert ennek most már 22 éve. De nem áll ez messze a modoros blogozástól, és nem áll messze a Design Centertől, és nem áll messze egy csomó mindentől. Én azt tanultam meg ebből, mivel rengeteg emberhez nem ért el a tartalom a trágárság miatt, hogy nem érdemes feleslegesen trágárkodni, mert nagyon sok ember lemarad a tartalomról. A trágárság takar, és ez a takarás ebben az esetben nekünk egy veszteség. Ugyanakkor ez a helyzet a való világgal is, hogy miután annyira trágár, sokan észre sem veszik, hogy a formai trágárság mögött egy tartalmi ordináriság van, és nem csak párkapcsolati. Nekem az első ilyen horror élményem ezzel az évaddal kapcsolatban az volt, és ez a Robinak lehet, hogy új lesz, amikor VV Vivi körülbelül 2-3 nő jelenlétében privát módon egy picit rosszul lett attól, hogy mit tudom én, ugyanazt a ruhát vette föl, amiről neki egy nagyon szomorú, erőszakos emléke van, és nagyon halkan két embernek megvallotta, hogy ő nemi erőszak áldozata lett, mit tudom én, egy évvel ezelőtt, és még a szülei sem tudnak róla. És abban a pillanatban Fruzsi, Gina és Amanda, ahogy ez a nő kiment a szobából sírva, megvádolta azzal, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy nem igaz, de egy nő hogy lehet annyira mindenféle testvéri érzés hiányában, hogy az az első reakciója, és hogy ez szerint a szemét nem mond igazat. És mi volt a problémájuk? Az, hogy túl jó volt a csajnak a sztoria. Túl jó volt a sztoria. És ha ennyire jó sztori, mert ők is érezték ezt, hogy a Me Too ügynek, meg a Me Too mozgalomnak, meg a Me Too szellemnek az árnyékában, meg a kulturális örökségével. Egy ilyen sztori az hatalmas felhajtó erőt képez az egyik villalakó mögött. És őket ez zavarta. És ehhez az már zavarta, elég a saját nemed elállni. Mert ez zavarta, hogy túl, az zavarta, hogy túl jó a sztori, nyilván hamis. Nyilván azért meg hazudja, hát hogy jogosulatlan előnyt szerezzen. Ezért, hát ilyen jót még kitalálni sem lehet. Ugye ez az ő olvasata. Elirigyelték a sztorit. Tehát, hogy ők valójában nem a rettenetes traumát látták abban, hogy egy nőt megerőszakoltak, hanem az előnyt a villában, hogy itt majd tovább lehessen. A jó, legjobb indulattal gondolkodva talán nem is ér le odáig a gondolkodásuk, hanem tényleg megakad azon a szinten, hogy ebből hogyan lehet előny. Bocs. Mert már csak ezt
mert már csak ez az egyetlen szempont, tehát az egész létezés beszűkül a villában maradás, vagy a villában távozás dilemmájává. Hiszen hát, hogy... bárhova sodor az élet, hajszol a vére, csábít a fény. Ha te valaha nemi erőszak áldozata lettél, és ez itt neked továbbjutást okozhat, vagy csak előnyt okoz, vagy szimpátiapontokat a nézők szemében, akkor te szerencsés vagy, hogy téged megerőszakoltak. De hát vajon szerencsés vagy-e, vagy gátlástalanul behazudtad? És amúgy szinte nem történik ez meg minden nővel, aki 16 évesen nem talál rá élete szerelmére a gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, vagy a betanított munkatanfolyamon most, hogy így ne legyek kirekesztő azokkal, akik szerepelnek a műsorban. Hogy nem hivatott ő egy nagyobb szintű egyetérzésre, úgy, mint egy 20 éves vállalható kinézetű nő, aki egy vállalhatatlan erkölcsű környezetből jön. Nem történt vele minimum egy hasonló, és hogy így ennyi marad benne, hogy még a Gina, akit én egy ilyen empátia motornak éreztem, hogy annyira egyszerű, hogy szükségszerűen empatikus, ha érted, mire gondolok, hogy akinek az egyik lába rövidebb, annak a másik hosszabb, ilyen alapon. És így látszik a könny a szemében, hogy érzi, hogy átjön ez a sztori, és a 25 másodperccel később már meghazudtolja valaki másnak. Pletyka és hazudtolás egyben. Beszűkül a létezés a villára. A kinti lét megszűnik létezni. A legutolsó emlékük az, hogy beköltöztek. A legutolsó. Az előtti élet az nem létezik. Az nem létezik, és ha abban bármi történt, és segíti itt ebben a villában a te érvényesülésedet, akkor azt te csak hazudtad azért, hogy tovább maradhass. Mm-hmm. Az összes ilyen realitynek van egy ilyen hangyafarm hangulata, ugye, hogy belátsz így egy idő után elfelejtik a kamerákat, és akkor látod a hétköznapi életüket, kicsit ilyen safari, vagy nem is tudom, akvárium, terrárium hangulat, de amit én láttam az a pár évadból, abban is egy legerősebb ez a mostani, hogy az ilyen falak mögé belátás és ilyen tényleg igazi paneldrámák mögé belelátás a legalpáribb viselkedés, párok egymással viselkedésére gondolok most, talán most jött ki leginkább, tehát most kapsz legtöbbet ebből. Hát ez a, figyelj, ha a terráriumról beszélünk, az nagyjából megáll, vagy inkább akvárium, Robi esetében terrárium, mert egyébként Robi biszexuális, és az nekem egy öröm, hogy erről aztán nem esik szó. Tehát ugye bedobtak egy biszexuális férfi karaktert a műsorba, hát ha ez egy picit megcsinálja, de nem csinálja meg, mert az elején volt azzal egy kicsi konfliktus volt, mert ők beleszálltak, de úgy érzem, hogy így a külvilág már nem foglalkozik úgy ezzel, és ahogy a srác nem ad rá okot, tehát az ember még ott körülbelül nem követette le a emberi aljasságot, meg talán a Bálint, ami elképesztő, ő egy nagyon ijesztő figura. Benn volt egy VV Mercedes nevű lány, aki körülbelül egy 4 napot töltött a villában, és egyből le is cserélték valaki másra. Ő egy fél mondattal sikerült egy ilyen nagyon csúnya anyázásba belecsúsznia a Bálint részére. Azt a torokra ugrást, amit utána az órákig nem engedte el, amíg a csaj be nem ismerte, hogy az anyját szidja, és én megijedtem a figurától. De azóta így következetesen úgy érzem, hogy nem került az alá, az aljassági szint alá, amit a többiek egyesével szép lassan produkáltak, és már alig marad valaki, akiről azt tudom mondani, hogy azért, megérdemli azért esetleg a bárkiknek a szeretetét a műsor végén. Azért vannak ebben a tekintetben kimagasló szereplések. Ja, bocsánat, a terrárium hasonlathoz, hogy ez most már inkább a kakasviadal, ami itt történik. Én nem is értem, hogy az RTL klub, vagy egyáltalán az RTL, mint cégcsoport, mert ugye itt már számos csatornáról beszélünk, ez a műsor is az RTL 2-n fut, hogy képzelte, hogy a MeToo után való világot sugározzon. Hogy képzelte? Hogy lehet egyszer és ráadásul úgy, hogy az RTL a MeToo-nak az egyik propaganda médiuma volt. Letette a fegyvert a MeToo előtt. Letette a kulturális szerepét. Gyakorlatilag odaállt a MeToo mellé, mint egy kulturális helyőrség, amelyik igazolta a MeToo-nak az igazságait, a relatív igazságait, abszolutizálta. És most
tudod, az ellenkezőjét a legbestiálisabb, a legbrutálisabb, a legkegyetlenebb bele fognak állni. Hímsovinizmust a kettes csatornáján, tudod? Tehát, hogy ez engem ez háborít föl elsősorban, mert hozzanak egy döntést, hozzanak egy vállalást. Mondják azt, hogy MeToo, mondják azt, hogy új prüdéria, mondják azt, hogy a szexuális forradalom meg a szexuális szabadság az hiba volt, nők után fütyülni bűn, tudod? De akkor ne legyen való világ, akkor ez ne legyen megengedve. Ez egy mondás, ez egy választás. Vagy mondják azt, hogy mi csak a szórakoztatásért felelünk, minket nem érdekel, nekünk nincsenek ideológiáink, nekünk nincsenek ideáink, nekünk nincsen elképzelésünk arról, hogy mit szabad a szexben, meg mit nem, nincsenek normáink, meg nincsenek moráljaink, nekünk érdekeink vannak, nekünk nézettségi mutatóink vannak, nekünk eléréseink vannak, nekünk kattintásaink vannak, meg nézettségi számaink vannak, műsoraink vannak, szórakoztatóipari tevékenységünk van, és ahhoz tartozó nézettség. És minket semmi más nem érdekel. És ez is egy mondás. És erre is azt tudom mondani, hogy ez is egy hozzáállás. Lehet vele nem egyetérteni, de ez is egy hozzáállás, és tudomásul lehet venni, hogy ők így gondolkodnak. De a kettőt párhuzamosan futtatni, és átugrálni egyikből a másikba, meg másikból az egyikbe, szuperpozícióban lenni a prüdéria, meg a homofóbia között, az országos sugárzású csatornán, az RTL klubon, a szivárvány családok melletti kiállás gyanánt propaganda reklámfilmet sugározni, és abban a pózban sütkérezni, hogy a szivárvány családok meg a melegek toleranciája az milyen fontos, és erre a toleranciára, erre az elfogadásra nevelni és idomítani a magyar társadalmat, ezzel párhuzamosan meg a kábel csatornán a legalja homofóbiának teret és nézettséget biztosítani, ez így nem oké. El kéne dönteni, kedves RTL, hogy A vagy B, mert ez az A ezt a B-t kizárja. Nem vitatva, de azért mellétéve, egyfelől szerintem, ha úgy mutatnák a magyar társadalmat, akár egy ilyen való világba leképezve, mint ahogy a sima RTL klubon, az nem lenne igaz. Másfelől viszont, ettől függetlenül egyetértek, hogy ennek teret adni az nem a legfényesebb dolog, de azért igyekeznek azzal kompenzálni, hogy a műsorvezetők a fő adásban rendszeresen kommentelik, míg korábban szerintem erre nem volt példa, hogy erősen véleményt mondanak az adott szereplőről, pont azért nem volt korábban ilyen, hogy ne befolyásolják a nézőket a szavazáson, most viszont elítélik ezeket, és érezhet, hogy őszinte. Már rá van fűzve az, hogy ezért nekik majd vezekelniük kell. És hozzátenném viszont a Győzike, meg a Hölgye, nem tudom, hogy hívják a Beleval, ott ők észre se veszik ezeket. Ez is egy érdekes. Nem, hát azért, attól tartok, hogy attól a közektől sem feltétlenül idegen ez, ahonnan ők jönnek, és talán ezért nem olyan érzékenyek erre. Az meg, hogy kommentálják, az meg, hogy elhatárolódnak a saját műsoruktól, tudod, az csak azt jelzi, hogy megijedtek önmaguktól, megijedtek, hogy mit mertek, mert a MeToo előtt mindez még akár bele is férhetett volna. Teszem hozzá, hogy a MeToo előtt egyetlen való világ nem volt ennyire bestiális. Tehát itt az elaljasodásnak is van egy íve, amit látunk. Én úgy gondolom, hogy az sem véletlen, hogy most 10. szériára lett ilyen ez a való világ. Én azt gondolom, hogy a való világba eddig is hasonló szempontok alapján válogatták a szereplőket. Uh-huh. Csak úgy tűnik, hogy a kultúránkkal történik valami gyalázatos, és ezt jelzi vissza az, hogy itt most egy nagyon éles vörös vonalat lát mindenki a 9. és a 10. széria között. A MeToo előtt pontosan 2015-ben a TV2-n futott egy Eden Hotel széria, amely körül sajtóbotrány volt, hogy konkrétan olyan szexuális együttlétet erőszakolt ki az egyik szereplő rámenőséggel, de azzal a fajtával, amiben úgy nem nagyon mondasz nemet, jó van, essünk túl rajta. Tehát ténylegesen rossz volt nézni, én láttam azt nem a botrány miatt, hanem tényleg pont néztem azt az epizódot, és ilyen kerek szemmel ültem, hogy ez
ez komolyan, ez az ember így jut nőhöz, vagy nála ez a csajozás, és utána tényleg kavart egy hullámot, mert lehetett érezni, hogy ez nem a sutyó udvarlás, hanem az a fajta udvarlás, amiről a barlangrajzok emlékeznek meg. És hogy az, hogy ez tényleg ilyen mély pont még ezeknek a történetében is, tehát egy eleve erős mezőnyben sikerül mélypontnak lenni, a tökre érdekes kérdés, hogy vajon szerintem, hogy vajon az az oka, hogy ezek a mostani szereplők már mind egy másik generáció, tehát ilyen jellemzően 98 vagy 97 után születettek, vagy egyszerűen, amit te mondasz, hogy a kultúránk úgy, hogy van, nem tudom, hanyatlik ez a jó szóra, tehát hogy vagy esetleg az játszik bele, vagy mind a három együtt, hogy már annyira kevesen jelentkeznek ezekre a játékokra, hogy tényleg csak a maradékból ennyit sikerül, vagy ilyet sikerül válogatni. Én nem hinném, hogy kevesen jelentkeznek ezekre a játékokra, és nem is úgy fogalmaznék, hogy a kultúránk hanyatlik. Én azt hiszem, hogy weimarizálódik a társadalom, és ez nem csak a politikában zajlik le, hanem ez a kultúrában is, meg a hétköznapokban is, meg a közbeszédben is. Hogy egyszerűen arról van szó, hogy mindenkiben fokozódik az ingerültség, fokozódik az elégedetlenség, és mindenki egyre durvábban bánik egymással, amit a politikában látunk, hogy eldurvul a politikai beszédnek a minősége. Én azt hiszem, hogy ez az élet minden területén így zajlik. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. A való világ fejtegetésében megyünk tovább. Az SMS számunk 0630 011 0725, ezen keresztül Viberen is írhattok nekünk. Úgy látjuk, hogy itt tényleg az emberi kapcsolatok valamilyen aljassági szintet átléptek. Persze ezt bármikor kiálthat tuk volna, és az amúgy a Robi minden szériáról megénekli ezt anélkül, hogy mélyebben elmerülne benne. Aminek azért most van igazán reflektorfénye és fókusza, az a Renátó és a Fruzsi kapcsolata. Frunátó, mintha egy Brangelina lenne. Vagy negatív Brangelina, ha lehet, nem is tudom. Hogy belülről egyébként az sem volt sokkal jobb, ezt megint csak nem tudjuk. Egészen közelről láthatunk olyan kapcsolatokat, amelyben egyébként senkinek soha nem kellene élnie. Ha valamire jó ez az évad, és ez tényleg egy valóságsó, akkor ebből kiolvashatja mindenki, hogy hol van az a határ, ahol egy párkapcsolatból ki lehet lépni és egyedül lenni, és akár ide megint be lehetne húzni Robi állandó mondását, miszerint a romantikus filmek, meg ezek a romkomok teremtik meg annak azt a tévmítoszt, hogy a szerelem és a boldog párkapcsolat az, ami neked a boldogságot és az elégedettséged okozza. Valójában valószínűleg egy jobb kapcsolatod alakulhat ki akkor, ha anélkül is megtalálod azt, hogy vagy teljes az életedben, akár teljességet, akár elégedettséget jelent számodra a boldogság, mert ez sem világos, hogy ennek mi a definíciója. És igen, ahogy mondtad, hogy beleláthatunk, sokkal inkább, mint amennyire jól esik, vagy amennyire tudnánk ezt ilyen szekunder szégyen nélkül nézni, és hogy többször, nem is tudom, hány olyan pont volt már, ami igen, kint a valóságban, hogyha látnád meg közelében, vagy akkor már úgy éreznéd, hogy ennek az adott illetőnek ebből ki kell lépni, és magától meg fogja lépni. Nem tudom eldönteni, hogy azért nem lépe ki ilyen esetben a kisebb rossz képviselő hölgy, mint a pasia, ugye, tehát kettő közül azért ő a kisebbik rossz, és hogy ő van jobban tényleg taposva van bántalmazva, miközben ő sem egy jó ember. Nehéz is ezt így egyébként így, hogy tudod, amikor már megsajnálsz valakit, aki amúgy tróger. De miért nem sajnálhatnád? Persze, taposva van. Még, hogy tróger. De hogy ez jogos, de hogy tett azért sokat azért, elég sokat épített azért maga körül, hogy ne akart sajnálni soha az életben, aztán eljutottunk egy-két hét alatt oda, hogy igenis sajnálod, viszont az, hogy négyszer, de lehet, hogy még többször fordult már vissza olyan állapotból, amit, hogyha te tényleg a kinti világban tapasztalnál, te már közbeszólnál, hogy ha a testvéred lenne, vagy akár csak a volt csoportásod lenne, akkor mondanád, hogy ezt már ne tűrd tovább. Tényleg igazam van, még igazam lesz. Én ezt veszem észre. Én nagyon sajnálom, hogy ezeket a dolgokat te nem érzékeled, vagy leszarod.
vagy nem tudom, hogy ilyenkor az agyad, hogy mit gondolsz, mit nem gondolsz. Beszélek. Úgyhogy, ja, érdekes ez személyiség vagy. Itt az előszobájában járunk annak, hogy itt a férfi azért végig kell, hogy mondja a mondandóját. Nála van a kagyló, amely a beszédre jogosítja. Az nagyon kemény, ahogyan itt megfegyelmezi ezzel az odatűzött ilyen megszégyenítő tónussal beszélek. Uh-huh. Hogy ő ilyen, tudod, mint egy vajda. Tudod, ez a törzsi világból maradt ránk. De ez hogy nem a polgári társadalom, de ez még csak nem is a feudális társadalom, hanem ez a törzsi világ. Ez megint egy olyan helyzet, a napokban sikerült ezt felismerni, ahol a tiszteletet megkövetelik, de úgy, hogy a tiszteletet összekeverik a tekintéllyel, amely félelemre alapszik. Meg nincs alapja. Ez még egy érdekesség, csak nem tud róla. Ma tök normálisan megkérdeztem tőled valamit, és te azt mondtad, hogy te szúzzál innen a cibe, akkor minek ülsz itt mellettem? Így hogy beszélhetsz emberrel? A szerelmeddel? Az állítólagos szerelmem hogy viselkedhet úgy, ahogy nem veszi észre azokat a dolgokat, amiket észre kell venni? Mint például? Na hát ez egy kezdődik a baj, ezekkel van a baj, hogy folyamatosan visszakérdezel, és nem tudod azt, hogy mit cselekszel, vagy mit nem, vagy azt, hogy mi a jó, vagy mi nem. Ezekkel van a baj. Meg tudnád mondani? Én tudnék mondani. Igen? Nem tudom, hogy elmondjam-e. Tényleg esküszöm. Nagyon csúnyán viselkedsz napok óta. Azt gondolsz, amit szeretnél. Tudod, mi jön le ebből az egészből? Na mi? Az, hogy megszereztél, és ennyi. Innestől kezdve pedig le vagyok szarva, és nagyon csúnyán beszélsz velem. Gondoltad így. Csak ebbe az az ellenérv, hogy ha én ezt így gondolnám, hogy én megszereztelek, és akkor ez ennyi, akkor nem de esténként elmúlik arra. Én mindig beszélek, ugye? Akkor nem viselkednék úgy, ahogy, és nem rágnék be dolgokon, és nem foglalkoznék azon, hogy a kedves ágytól... Hát nem foglalkozol, mert nem mondod el. Hogy a kedves ágytól, a szerelmem mit csinál, vagy mit nem csinál. Hát... Na, VV, hallgass! Ugye, mert az asszonynak hallgass a neve. Nem VV Fruzsi. És állítólagos szerelme. Az állítólagos szerelmed vagyok. Szaporodni szándékoznak egyébként, tehát mind a kettőnek az a szándék, hogy egy közös jövő, és gyerek, kutya, kockaház, közös gyerekek, de hogy ez a párbeszéd hogyan nézhetett, vagy hogyan fog kinézni, amikor nem lesznek kamerák? Tehát itt azért úgy gondolom, hogy itt nem annyi lenne, hogy beszélek. Nem, ezt megéneklik majd a kocsmában 25. házassági évfordulója. Hát, hogy miénk a Renátóval egy ilyen sevelet se nélkül egy csiki-csuki kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy péntek szombaton agyba főbever, és vasárnaptól csütörtökig pedig térden állva bocsánatot kér, úgyhogy végül is ez egál. Ja, ez a nullára. Ez a beszélgetés, amit most végighallgattunk, ez arról szólt, hogy ugye Fruzsi és Renátó diskurzusában Fruzsi azt szeretné tudni, hogy a Renátó miért alázza, gyalázza. Renátónak az őszinte válasza az lenne, hogy Fruzsi, nekem ilyen a kultúrám. Én így beszélek azokkal, akik igazán közel kerülnek hozzám, akik igazán közel állnak hozzám, azokkal illetve, még inkább így beszélek. Illetve, hogy ott van egy nagyon nagy emberi gyengeségem, és ezt nem akarom neked elmondani, hogy a legkisebb semmire is irgalmatlanul féltékeny vagyok, ezt kimondani még magam előtt is fáj, nem, hogy neked nem fogom megmondani, ezért leszel szíves rájönni, hogy arra vagyok most nagyon mérges, hogy valaki egyébként a vállalathoz hozzáért, aki pasi szintén, mint én. Ami a Renátónál a válaság. Tehát, hogy ha valaki a válladra ráteszi a kezét úgy, hogy rendben van, megértem a fájdalmadat, vagy látom, fázol, hozok egy kabátot, és így megfogja a vállát, akkor ő abban azt látja, hogy valaki rámarkolt a tomporára. És a probléma másik fele az, hogy még ezt sem mondja el, tehát, hogy egyrészt nem, egyrészt eleve kell rájönni, probléma, hogy ő van. A várra úgy gondolt, hogy a segg. Meg majd... hogy eleve, hogy neked van, neki van ilyen problémája. De 2021 segge a váll. Nem Fruzsi fogdosta valakinek a seggét, sem a vállát,
hanem az ő vállát fogták meg. Renátó addig nem jut el, hogy ezt nem Fruzsi kezdeményezte, ez Fruzsival is megtörtént, mint az időjárás. Folyamatosan más lát, mint ami történik, és ahogy meglátja, lefagy, megáll, mint amikor a reflektort az őzre rákapcsolják az erdőben, és megfagy, hogy újra elárultak. És ki lehet mondva, a Fruzsi azt mondja a Renátónak, hogy Renátó, te betegesen féltékeny vagy. Ez egy egész jó végre pillanat volt. Végre megfejtette. Mondom, akkor meg lehet mondva. És akkor így mondja, hogy hát te így látod, én meg úgy látom. És én meg úgy látom, hogy te egy lotyó vagy, Fruzsi. Tudod, én nem én vagyok betegesen féltékeny, hanem te egy lotyó vagy, valaki. Hiszen valaki hozzád nyúlt, és te nem sírtál vért ettől. Tehát nyilvánvalóan egy lotyó vagy. Hát ebből most már következik. Hogy arról van szó, hogy hiába féltékeny a Renátó a Fruzsira, hogyha Renátó képtelen megvallani, mert maga előtt is szégyelli, hogy ennyire, mert az már a gyengeség, és a gyengeség ebben a közegben, ebben a kultúrában nincs megengedve. De én meg őszintén, hadd éljek a gyanúperrel, hogyha az a valaki, aki hozzáért Fruzsinak a vállához, nem ér hozzá, nem történik ez az incidens. Renátó ugyanígy beszélne Fruzsival. Lehet, hogy nem emiatt. Lehet, hogy nem erre hivatkozva. Lehet, hogy más gigszert találna, vagy más hivatkozást találna erre. De hogy újra így beszélne, és pedig azért, mert ez a kulturális nexus, ez tanult, ez a családból hozott, ez Renátó családjában otthon, egy ilyen közeg, és ebben a közegben ez el lett tanulva, és ő nem is tudja más, hogy nem is tudná máshogy csinálni. Ez a kötődés eszköze, az ez elszigetelés, ő... félelemben tartása, komplett ledominálás, meghazudtolás, és az állandó féltékenység. Iszonyúan hangzik, de ez az ő szeretet nyelve. Egyrészt, másrészt meg igazából egy hisztiszorozó agresszióval, ami nagyon rossz kombináció. Ki is mondja, hogy az ő szeretet nyelve, hiszen lennék ilyen féltékeny, ha lennék ilyen féltékeny, amennyiben ne szeretnélek és ne kellenél? Nem akarom én a szádba rágni, hogy mi van. Meg az se, hogy lehet, hogy ez, azt gondolt, hogy ez csak a mai naptól van. Ja, de este olyan érdekesen elmúlt a problémád. Akkor este nem volt semmi problémád. Mire célzol, Fruzsina? Hát este olyan érdekes nem volt problémád, amikor szállni kellett. Azt mondod, hogy napok óta van. Esténként nincs problémád. Amúgy meg napok óta olyan vagy akár a... De este neked sosincs problémád. Akkor elszáll. Az igazság az, hogy ez a gyűlöletkommunikáció, amit a Renátó folytat, ez az izomból lekezelés, amit a Renátó folytat, ennek nem van, még hogyha van is valamiféle alapja, amire mondjuk ő hivatkozni tud, annak az ő soka akkor sem az. Akkor sem az. Ilyen módon nem is lehet rendezni emberi konfliktusokat. Hogy hát itt igazából nem csak egy rossz kultúráról, vagy egy rossz kulturális mintákról beszélünk, hanem egy alapvetően ki nem alakult torzóban rekedt személyiségről beszélünk. Egy személyiség roncsról beszélünk. Hát arról van szó, hogy nem képes arra, tehát valami problémája van a másikkal, de a másiknak nem képes megmondani, hogy mi a problémája, hanem a másiktól várja azt, hogy azt kitalálja, és ha nem tudja, és ha nem tudja kitalálni, akkor talán jobb is, ha eltakarodsz az anyádba. Sőt, ez a nexus, ez a diskurzusnak a minősége. A bűnössé tevés, hogy a másik kérjen bocsánatot, és tartozzon folyamatosan. És még mielőtt ezt fölvetni, már előtte is igazából, és ez a lelki terror része, amit észre se vesz, hogy csinált, tehát egy ilyen önmaga előtt is rejtett lelki terrorista egy darabig legalábbis, amikor még hozzá se szól, de azért kezdődik a beszélgetés, mert már egy ideje érzi a csaj, hogy valami igen, mert hát igen. Jobb, ha nem mondom jól, el, nem, mert nem lett volna, ha már ezt kitaláltad volna. Csak fölhúzom magam, most inkább ne beszéljük meg. Na jó, elmondom. És akkor ráborítja, persze, nyilván. És az, hogy ez a környezetedben, meg az én környezetemben is előjött, és sok felől halljuk, hogy ez ilyen extra mélyen van most, illetve egy új szintre lépett lefele ez a való világ, abban az is megmutatja, hogy ez a fickó, aki most várja a szavazását,
ez ilyen, all-time negatív rekordot hoz, úgy néz ki, 93%-kal áll egy fantomképpel szemben, tehát mínuszba, 7%-a 93 ellen. Arnold barátom mondta, hogy a Fregoli kint hagyná, és ez az súlyos szerintem, hogy egy ilyen karakter, aki képes volt ezt összehozni, ilyen negatív rekordot, meg ezt a milliót maga körül, ez nem egy ritka embertípus. Nem, hát egyáltalán, sőt, hát ez a menőség. Ez is az RTL által felkínált menőség recept, és az RTL... Az RTL által felkínált szerintem svéd asztalról az egyik, de nem hinném, hogy őt favorizálja. Ő az alfa ebben a villában. Könyörgöm, mióta nem menő alfának lenni? Ki? Hát Renátó meg Dani. Renátó meg Dani. A bentiek szemében lehet, azt hogy így hiszik. Van. De hogy szerintem sem a szerkesztők, sem a nézőknél nem. Ennek a két embernek, a Frunátó párosnak a saját Instagramját ugye szintén a többiekhez hasonlóan átvette a Valóvilág stábja. Én ránéztem két napja ezekre az Instagram profilokra. Borzasztó, hogy milyen szintű gyűlölet, kommentháború van, nem háború ellenük, ömlik rájuk. Tehát ez a két ember, ha nem lenne annyira magabiztos önmagában, mint amennyire magabiztosak, akkor én attól tartanék, hogy kijönnek a villából, meglátják ezt, és összeroppannak, és ebből tragédia is lehet, hogy ilyen szinten utálják őket. Nem találsz, alig találsz nem gyalázó kommentet. Tehát nem az van, mint a megosztó karaktereknél, hogy oda-vissza, és vívnak a rajongók az utálókkal. Nem. Ezeket már mindenki végzik ki a távol létükben. Na most ezek, és tényleg, hogyha mondom, nem lennének ennyire meggyőződve a saját tökéletességükről, akkor itt félő, hogy ez ebben mondom, valami nagyobb pszichés probléma lehet, amiután kijöttek, de... Szerencséjükre a kiszeltünde féle fátyol ott van a lelkük és a szellemük hát előtt. Ez egy ilyen vak magabiztosságszerűség. Az egy kicsit túlzásba viszed már a dolgokat. Jó, már Fruzsi, azért, mert a Dani féltékeny a Móra. De hagyjuk már ezt, mit csináltam, rátáncolgattam én a Móra, vagy mit csináltam? Itt feküdtél akkor, és le se szartad, hogy mehetett feszít. Te mondtad, hogy nem mehet be, mink a túlsó, az egy senki. De most szomba jött ide. Na jó van, figyelj, egy hónapja együtt vagyunk, Renátó. Bazd meg magad. Azért mi az, hogy a szomba jött? Mert oda beszélünk azért! Idióta. Hogy a***szom bejön ide? De ezért nem akartam veled erről beszélni. Na ez az, amit a panelből áthallhatsz, és amivel találkozhattál, meg találkozhatsz azért elég sűrűn. A szomszéd szobából nem biztos, hogy a szomszéd lakásból. Akár, sajnos, igen. Hát ez az a VV Renátó, meg az a VV Fruzsi, akinek egy korábbi incidenseit felvetődik, ugye, amikor a VV Fruzsi kitátotta a száját, hogy megmutassa Renátónak valami fogát, vagy a torkát, vagy mit, Renátó pedig beleturházott a torkába VV Fruzsinak, a szerelmének, akivel együtt akar élni. Viccből. Viccből. Tehát és a lány ez elfogadta a viccnek, nem? Ez, tudod, és ő az, aki nem érzi méltányosnak Fruzsinak a viszonyulását hozzá. Úgy érzi, hogy Fruzsi nem tiszteli őt. Ugye? Uh-huh. Hogy elvárja a tiszteletet. Pedig iszonyatos fizikai igényességgel, a gömbformára való minden molekulának, minden elemi részecskének, a gömbformára való természetes törekvésének a szépségét felismerve gyúr fikagolyót, amíg hozzád beszél. Tehát ez az az ember, aki úgy kívánja a tiszteletet, hogy a szemedbe néz, amíg elpöcköli. Igen. Nem akar másnak látszani, mint ami. Igen, önmagát adja, ez nyerő stratégia, igen, ebben a műsorban. Igen, na most itt az a kérdés, hogy ez a torokra turházás, ez vicces, ez vicc, mert én nekem erre van egy jobb kifejezésem. Ezt úgy hívják, hogy betörés. Nőknek a betörése. Tudod, amikor egy nő a szeretőd, de te nem annak szánod, hanem a megélhetésednek, akkor be kell törni ahhoz, hogy kiállíthasd az utcasarokra, hogy aztán abból a te számodra napi bevétel termelődjön. Na,
ez a rutin, ez a művelet, amit ott viccből előadott a Renato a Fruzsival, ez az úgynevezett betörés. Ezt nem azzal a nővel csinálod, akinek gyereket akarsz, akivel jövőt tervezel, akivel házat építetek, meg babát terveztek. Nem, ezt a Rákóczi tér környékén Tarzan csinálja Andreával a híres dokumentum filmben. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka-vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az Önkényes Mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Még mindig a való világon ülünk és utazunk. Az az érzésem, hogy ez az évad az Instagramnak az ellentéte. Az Instagram egyébként pedig talán az előző széria óta igazán nagyot ment dolog. Nyilván ez egy 10-11 éves vívmány, de az előző két évad a való világnak nagyjából az előző évtized. Tehát nincs ez olyan gyakran. Az első 7 évad talán lement a 2000-es években, míg a 2010-es évekre ezzel együtt 3 jutott. És hát most van az, hogy már központilag kezelt Instagram profilok vannak. Na de mi az Instagramon ugye általában mi milyen benyomást élünk meg, hogy egy kamu életet látunk ott. Még annak is, akinek nem jut olyan látványos, hogy minden napra jusson egy fotó. Most posztoltam, hogy itt vagyok. Na, az milyen menő. Majd lájkolom. Egy kicsit kamu, de nem erről szól. Akinek nem jut olyan, az is megvárja egy évben egyszer, hogy egy naplemente elszaladjon a Lánchíd fölött, lefotózza, és az lesz az ő egy éves valami, amikor össze van verve a baleseti sebészeten, akkor a lila foltjait nem fogod látni, a szégyent nem posztoljuk ki. Itt ugyanakkor ennek valahol az ellentéte történik, és az talán ennek az évadnak lehet valami tanulsága, hogy itt nem valami elszigetelt kevés esetről beszélünk, hanem nagyon sok ember él így, ahol boldog párkapcsolat sejlik fel az Instagramon, ahol el van hazudva, hogy mindig ekkora a szerelem, ott azért sejthettek akár 20, akár 40%-ban egy olyan bántalmazó kapcsolatot, mint amit itt láttok. És amikor ignoráltok egy boldogtalan kapcsolatot, hogy úgy sincs olyan nagy baj, amögött is lehet, hogy minimum ekkora probléma van. Férjek, feleségek, anyák, meg apák és a gyerekeik között, nem csak egy Renato és egy Fruzsi között. Én egy magasabb nézőpontból szeretnék ránézni erre a dologra. Mint az oszié. Ez a Weimari, nem, mint a Fruzsinak, meg Fruzsinak, meg a Renátónak a konfliktusa, meg az a nexus, amit itt megütnek ezek a villalakók egymással. Én azt hiszem, hogy az a weimarizálódás, ezt a kifejezést használtam az előző beszédblogban. Az a weimarizálódás, amit a kultúránk elszenved, amit a Donald Trumpnak az elnöksége, meg az ahhoz tartozó liberális hisztéria gyakorlatilag okozott Amerikában az előző 4 év alatt. Mert én azt gondolom, hogy ez nem lett volna pusztán a Donald Trump elég. A Donald Trump volt a trigger troll, de kellettek hozzá azok a triggerelődő újságírók, azok a triggerelődő állampolgárok, véleményformálók, komplett Hollywood, egész demokrata konvenció, meg az ehhez tartozó értelmiségi körök, akik igenis legyártották azt a polgárháborús helyzetet, amelyben most már az amerikaiságnak, magának az amerikaiságnak a fogalma, a puszta léte lett megkérdőjelezve. Már az a kérdés, hogy egy republikánus amerikai, meg egy demokrata amerikai egyaránt, hogy mondjam, honfitársaknak érzik-e magukat? Vagy az egyik egyértelműen az unióhoz tartozik, a másik meg a konföderációhoz. Most én azt gondolom, hogy ezt a weimarizálódást, amit a Trump elnöksége okozott a politikában, azt az Instagram meg a Facebook azt okozta a kultúrában. Ha most visszagondolunk a Trump előtti Amerikára, meg a Trump előtti világra, még nem volt Me Too. Híre hanva nem volt annak, hogy Black Lives Matter, vagy bármi ilyesmi. QAnon sámánok. Kánon, a kánon állt a helyén. Megdőlt a kánon, és a QAnon sámán lépett a helyére. De ezek mind még nem léteztek. Nyilvánvalóan a feltételei, az alapfeltételei a kultúrában, az emberi szellemben már ott voltak, már jelen voltak, már ott, már elkezdett fortyogni a leves,
de még nem tudott feltörni. És jött a Trump elnöksége, és jött a Facebook, és jött az Instagram, és valahogy a közgyűlölet elszabadult. Valahogy nem ez a sorrend. A Trump elnöksége is a Facebookon és az Instagramon jött. Világos, én csak azt mondom, hogy a Trump elnöksége, illetve a Zuckerbergnek az eljövetele hasonló hatást gyakorolt a világra. Amit a Trump elnöksége gyakorolt a politikára, a Zuckerbergnek az eljövetele az gyakorolta a kultúrára. Hogy ez az elemi ingerültség, ez az elemi dű, ami ott fortyongott, az most utat talált fölfelé. Nagyon szívesen kenném én ezt a sztorit Trumpra, de inkább azt érzem, hogy amit az Oszi is mondott, hogy az Instagram ami elfed dolgokat, ugyanígy az élet elfed dolgokat előttünk, és 20-30 évvel ezelőtt ugyanezek a dolgok léteztek, és az, hogy most ez a karakter, ilyen karakterek, ilyen viselkedést tudtak művelni és adásba kerülni, ez a változás szerintem nem az, hogy ez létezik, mert eddig is létezett, hanem eljutottunk oda, hogy ezt már meg lehet mutatni. És még ennél is korábbi. Tehát az, hogy az internet, és még csak nem is a Facebook tehet róla, az, hogy mindenki hangot adhat a véleményének, az kivezeti azt a jelenséget, amit maga a civilizáció és az urbanizáció okoz. Az, hogy egymás szájában élünk, különböző emberek, és el kell viselnünk a másikat. Innen jön ez a hatalmas fortyogó erő, amit utána a kommentmező is elnyel, aminek a Facebook és az Instagram teret ad, és amit aztán a Trump is meglovagol. El kellett viselnünk egymást a Zuckerberg eljövetele előtt. Ez volt a sorsunk. Ez volt bizonyos tekintetben a funkciónk és a küldetésünk, ettől voltunk társadalom. Aztán eljött a Zuckerberg, és azt mondta, nem kell többé elviselnünk egymást. Csak azokat, akik a te számodra kedvesek. Csak akik rád pozitív hatással vannak. Nem feltétlenül ebben a Szabó Péteri konnotációban, de akárhogy is létrehozok neked egy biztonságos közeget, egy vélemény és identitás buborékot, és oda nem hatol be semmi, ami a te... Virtuálisan nem, de a való világ ettől nem szűnik meg. A szomszédod attól még egy tőled különböző ember Na marad. Igen, pontosan erről ez van szó. Erről van szó, hogy a Zuckerberg létrehozott egy ellentmondást a virtualitás és a realitás között. A virtualitás amilyen kényelmes, amilyen komfortos, amilyen biztonságos, amennyire nem hatol be semmilyen olyan információ, ami megzavarná az én tévképzetemet, legyen az bármi. De ez ilyen a nagyváros, illetve a természet. Most ha belegondolsz, hogy téged most kiraknának a délkelet-ázsiai dzsungelbe, de tényleg mindentől távol, akkor azért, na, körülbelül ilyesmi a reáció. Ja, nem a Zuckerberg hozta létre azt, hogy a virtualitás a valósággal szemben áll. Ő lovagolta, meg ő járt a legjobban belőle, de az, hogy az absztrakt világ, amit a digitális világ enged, hogy absztrakt legyen, és újra felbontható, és hipertextes, és nyolcdimenziós, az okozza, hogy a háromdimenziós világgal nem fog összeférni. Ráadásul túl sokat lát szerintem a csávóba ilyen szempontból, mert ő inkább a technológiai oldaláról... Én a hatásáról beszélek. Jó, én nem azt mondom, persze, hogy megátalkodott gonosz, aki ezt akarta. Én azt mondom, hogy ez lett a hatása annak, amit ő... Amit de elkerülhetetlen. Az ember okozza. Amit ő elvégzett. A bennünk lévő ösztön és aljasság, ami nem tanultunk meg uralkodni, és a kezünkbe adják ezt a mindentudó, sokdimenziós lehetőséget, és az ellentmondás, és nem tudjuk emberi módon humánusan kezelni. Bennünk volt az aljasság, igen, de alkalmazkodnunk kellett egymáshoz. Társadalomban kellett élnünk, és a helyzet az, hogy a Zuckerberg utáni világban már nem kell társadalomban élnünk. Nem kell tudomást vennünk arról, hogy ez egy társadalom. Fittyet hányhat a társadalomnak. Csak a buborékunknak élhetünk. És amikor a társadalommal szembesülünk, akkor nem marad más bennünk, mint ez az elemi ingerültség, ami most már nem fortyog a mélyben, hogy utat találjon föl, hanem aminek most már meg van csatornázva. Jó Zuckerbergi módon meg lett csatornázva az útja fölfelé. Amikor az első világháború előtt már léteztek a bolsevizmusnak, meg a nemzeti szocializmusnak,
mindenféle fasizmusoknak és mindenféle államszocializmusoknak az összetevői, a receptúrája már minden létezett, ott fortyogott a mélyben, de azok a társadalmak, amelyek Európában éltek, nem voltak hajlandóak tudomást venni arról, hogy őnekik németként, Franciaországban vagy Párizsban idegentként kéne érezniük magukat, világpolgárnak érezhették magukat, és ezek a totalitárius ideológiák, ezek nem tudtak feltörni, mert egyszerűen a létezés, az élet túlságosan habkönnyű volt hozzá, nem volt mögötte igazán kemény drámai fedezet. Aztán jött az első világháború, jött a verdöni vérszivattyú, és megteremtette a fedezetet emögé. És ahogyan az első világháború fedezetet teremtett, rögtön jött a Szovjetunió, rögtön jött a bolsevizmus, rögtön jött a fasizmus Olaszországban és Spanyolországban, és nem sokkal később jött a nemzeti szocializmus Németországban. Robi, ez mindig az, valóban nagyon nehéz lenne ezzel vitatkozni. Nem is szándékozom, viszont azt gondolom, hogy a Renátó viselkedését még a Weimári köztársaság sem nagyon befolyásolta, nem is nagyon sokat tudhat ezekről. Tehát én visszakanyarodnék mindig ahhoz, vagy ismét ahhoz, hogy miért látunk most ilyet, illetve vajon most már láthatunk ilyet, azért, mert kialakult. Nem, ez itt volt velünk, itt van velünk, egyszerűen abban a, és valószínűleg a Facebook ilyen szempontból, valamilyen szempontból lehet felelős azért, meg az összes online ilyen jellegű felület, hogy tágultak, vagy egyre távolabb kerültek azok a határok, amin belül még elfogadhatónak érzünk mi, vagy akár egy ilyen műsor szerkesztői bizonyos tartalmakat. Ebből a szempontból egyébként oda-vissza csiki-csuki van, mert most már viszonylag könnyen megsértődik a Facebook, és könnyen eltüntett tartalmakat ilyen csak azért, mert azt gondolja, hogy bántó lehet mások számára, de szerintem ez is kevésbé befolyásolja annak a pár embernek a viselkedését, ami alapján mi most azt gondoljuk, hogy a mélypontját érte el a valóság sok sorozat. VV Dani végbélből közvetlenül szájba közösül. Ez a művelet... Lányal. Én nem állítom, hogy ez a művelet, ez 10 évvel ezelőtt ne fordulhatott volna elő, de az egész biztos, hogy nem kerülhetett volna képernyőre. Sajnos nem értünk egyet, Zoli. 10 évvel ezelőtt teljesen más volt a képlet. Teljesen más volt a képlet. Az igazság az, hogy ezek az elemi indulatok, meg kell tudni különböztetni azt, hogy 1923-ban kávéházakban, meg kocsmákban zajlottak az emelt hangú viták arról, hogy milyen berendezkedés a jó Németországnak. 1932-ben, vagy 33-ban, meg már rohamcsapatok csépelték egymást, kommunisták és nemzeti szocialisták rohamcsapatai gyilkolták egymást az utcákon. Ez alatt a 10 év alatt, igen, lezajlott egy minőségi forradalma az erőszaknak Németországban, és én azt gondolom, hogy az előző 10 évben a Zuckerbergnek a révén és az RTL-nek a részvételével, igen, lezajlott valami nagyon hasonló minőségi romlás a kultúránkkal. Nyilván azt értjük, hogy nem ezek a médiafelületek okozzák, csak olyan hirtelen tört a felszínre a vélemény nyilvánításnak az individualizálódása, és az, hogy mindenki a másik pofájába nyomhatja névtelenül, hogy mit gondol, amit a mi fejlődési kapacitásunk egyénenként és erkölcsös egónként nem képes lekövetni, és miután ez így van, szükséges ugye az állami beavatkozás. Ilyen esetben akár a média csatorna, a felület tulajdonosának a kontrollja és a felelősség érzete, ami nem biztos, hogy van egy dolgozó, aki ezt esetleg jól érzi. Mert nem éppen a bölcsészkaros és az erkölcs filozófiájában magukat nyakig beásók dolgoznak ezeken a műsorokon. De mit várunk akkor, amikor bizonyos csatornáknál már a kifejezetten úgy irányítják, már a hírműsorok szerkesztése is úgy, hogy konkrétan az alanyokkal, a riportalanyokkal úgy folytatnak beszélgetést, hogy a kérdésre próbálják beterelni egy olyan válaszba, amit ők várnak, és az háromszor nem sikerül, akkor lehet, hogy nem is kerül végül képernyőre. Volt már ilyen, tapasztalatlan, láthatunk ilyet. Szóval, hogy amikor már a hírműsorok itt tartanak, akkor szerintem az, hogy a legdurvább, leginkább másnap majd téma lesz kategóriái dolgokat vágja be egy közepes képességű szerkesztő, ez szerintem nem meglepő.
úgy tudnám jellemezni a való világot, írja a hallgató, hogy egészen eddig egy általános iskolai ökörködéshez hasonlított. Volt a szimpi gyerek, a csini csaj, a csúnya csaj, persze voltak alpáriak is. Az idei való világ már a legmélyebb no-go putrira emlékeztet. Azt hiszem elég pontos a megjegyzés a hallgatónknak. Győzike idén felért a televíziózás csúcsára belevaló világgal, önmagával készített interjút a művész úr. Nézzétek meg, óriási. A harmadik hallgató azt írja, sziasztok, én úgy gondolom, a való világ a tanulatlan embereknek szól, nem megsértve senkit, rém egyszerű a története, és nem kell hozzá gondolkodni, mint a Barátok közthöz sem. Én ezt cáfolom. Nem egy, nem kettő, több diplomás ismerősöm nézi a való világot. Nyilván azért, hogy elborzadjon, nyilván azért, hogy önmagát is triggerelje, nyilván azért, de... Szafari, ez egy szafari. Szafari, szafari, hova? Abba a Magyarországba, amiben hamarosan elmerülünk. Úgyhogy nem azt gondolom, hogy ne tekintsük értelmiségi minimumnak azt, hogy a földbe dugod a fejed, mint a strucc. Tudod? Ne ez legyen az értelmiségi norma. Azt írta a hallgató, hogy kiknek van számba, és ezt még lehet, hogy nem is vitathatjuk. Hogy egyébként a készítők szándéka, én kíváncsi lennék, hogy őszintén egymás köztük kiknek szánják, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül... Minden műsort a tömegeknek lehetőleg. Így van. Hello, srácok, írja a hallgató. Nagyon jó a téma, és igazán elkeserítő ez a jelenség. Én nem tudok elvonatkoztatni a social media hatásától ez esetben sem. Úgy tűnik egyetért a hallgató. Az a felszínesség, amire nevel a magamutogatás, ezt az érzelmi intelligenciát szüli. És valóban sokszor elfelejtik, hogy figyelik őket, és megvillan az igazi énjük. Hát igen, a formátum erről szól, hogy néhány héten belül egyszerűen már nem tudod megjátszani magad, és akkor lemállik a vékony kultúrmász. És önmagad vagy, ahogy szokták mondogatni. Már elnézést. Az érzelmi intelligencia önmagában is egy ilyen hülye szókép. De az, hogy azt érzelmi intelligencia nélküliségnek gondolod, hogy a Renátó két szóval tudja a sarokba erőszakolni verbálisan a neki tetsző hűde nagy szerelmét, az nem intelligencia mentesség, az hatalmas érzelmi intelligencia, hiszen rettegésbe tudja taszítani a másikat az érzelmeivel és az ösztöneivel. A szándéka a probléma. Nem az van, hogy egy kicsi kardja van, hanem egy óriási, de nem véd vele, hanem támad. Nehogy azt mondd erre, hogy neki nincsen érzelmi intelligenciája, empátiája nincs, jó szándéka nincs, erkölcse nincs, morálja nincs. Az ajándékozás, az még egy csodás példa, nem hoztuk elő, de az ott nagyon megmutatkozott, mikor ajándékot kért a kis szerelmének, és ez az ajándék két elemű volt, egy rózsa, ami hát igen, mégiscsak szerelmes, plusz egy póló, amire ő nyomtattatott egy képet, amivel a szerelme elé rakta, hogy tessék, nekem volt igazam. Ezen a képen látható az, amire én féltékeny voltam, ez az a pillanat. Megcsináltatta ezt a pólót. Pólót fogom hordani, hogy lásd, hogy mi a bűnöd. De illetve ő, neki az ő méretébe csináltat. Csodálatos. Hiánypótló téma, írja a hallgató, emese. Döbbenettel szemlélem, hogy hónapok óta zajlik százezrek előtt ez az egész Renátó Fruzsi dolog, és eddig sehol nem hallottam senkitől a közbeszédben azt, hogy ez egy mennyire hitványviselkedés és bántalmazó kapcsolat. Átsöpört a világon a MeToo, és közben itt zajlik a szemünk előtt egy széles társadalmi rétegben sajnos általános párkapcsolati viselkedésforma, erről mégsem beszélt előttetek senki. Köszönöm a témaválasztást. A MeToo meghasonulás mellett ugyanígy megy az RTL-nek a klímakatasztrófa kapcsán bűntudatkeltés utáni. Na még egyszer. A MeToo meghasonulás mellett ugyanígy megy az RTL-nek a klímakatasztrófa kapcsán bűntudatkeltés után beküldeni a villába 1000 darab szívószálat, hogy ketten 500-asával gyömöszöljék a szájukba világrekord kísérletként. Nem sikerült nekik. Ugye azt tudjuk, hogy a nylon zacskó és a szívószál az a két legkeményebb műanyag fajta, ami a leghosszabb idő után bomlik el. Hát meg az egyszer használatos fajta műanyag. Tudod, nincsen baj azzal a műanyag. Nem azzal a műanyaggal van baj, ami egy használati tárgy, hanem azzal a műanyaggal van a baj, amit az első használat után azonnal eldobsz. Még annyival rosszabb az általánosan, vagy a műanyag tárgyak közül kiemelve, hogy ugye pont az alakja miatt a vízi élőlények, vízi állatoknak kifejezetten veszélyes.
Megdöbbentő hallgatni titeket, ahogyan a való világról beszéltek, írja a hallgató. Én úgy gondolom, hogy a való világnak semmilyen pozitív hozadéka nincs a társadalomra nézve. Ez a kiragadott kis történet csak egy a sok közül, amiben IQ-minuszos emberek játsszák az agyukat. Nem mondom, hogy nem érdemes beszélni a jelenségről és az ilyen műsorokra általánosságban, de meglep, hogy ennyire képben vagytok a történésekkel, meg a szereplők személyiségével. Ezek szerint is fogyasztjátok ezeket a borzasztó tartalmakat? Nem szemrehányásként írom, csak de. Meglepő számomra erről így beszélni, hallani benneteket. Jaj, mindjárt nekem magyarázkodunk. Egy barátom mesélte nekem az egészet, csak ja, nagyon jól mesél. Nekem nincs tévém, én nem vagyok a Facebookon. Ne, ne, ez 2020 nincs tévéje, az a nincs netem. Vagy nincs megint Facebookon. Megfigyelnék valamit, ahogy az előbb az érzelmi intelligencia elhangzott, IQ-minuszos, itt ez a kifejezés. Nincs ilyen, hogy IQ-minuszos, ugyanakkor az átlag intelligencia az a 100. Az IQ minuszos az, aki úgy érti, hogy két számjegyű. Nos, az az emberek fele. Tehát ő most azt mondja, hogy mert ez egy statisztikai tény, az embereknek nos, elég nagy a számosságuk, hogy összekeverhessem a medián és az átlag fogalmát. De a lényeg az, hogy a 100 alatt az emberek fele van. Arra hívott fel a figyelmünket, hogy az emberek felével ne foglalkozunk, és arról az ösztönérzelem és szellem kapcsolatról, amelyben az ő személyiségük összeáll, arról mi ne vegyünk tudomást, ez nem is létezik. Ahogy azért nincs tévém, mert akkor úgy, ami benne van, az nincs. Ezt a szókapcsolatot használtad, hogy személyiségük összeáll. De hát a problémánk éppen az ellenkezője. De ez nem összeáll, hanem a személyiségük szétzuhan. Mi pillanatról pillanatra szétzuhan. Van még itt azért, érdekes, hogy a Renátó Fruzsira fűzzük fel ennek a mítóságnak itt a megfigyelését, mert amit a részeg Renátó művel, az maga az iszákosság és alkoholfogyasztás és a vállalhatatlan alkoholos viselkedés agresszió. Nagyon érdekes lenne, amit Dani féltékenység és erőszak címén előad a virággal szemben, szintén egy megfigyelni való dolog, és amit Mó azzal a szép kis arcával egyértelműen szépen kijátszotta, hogy a Merci beleszeressen, és folyamatosan egy ilyen őszinte, én nem vagyok beléd szerelmes, hát csinálhatunk, amit akarunk, de én mondtam, én szóltam, tudod, a 100% őszinteség, 0% kegyelem. És ez is megtörténik itt. Itt a kedves hallgatóra reagálva, jobb lenne, ha mi nem tudnánk Daniról, Renátóról, Móról és társaikról? Jobb lenne, ez egy jobb kultúra lenne, egy jobb kulturális közeg lenne, hogyha még mi sem beszélnénk erről, és ami maradna, az összesen a Dancsó Péternek a felpromózása? Tehát, hogy a másfajta szó nem is esne a való világról, mint Győzike belevaló műsora, meg Dancsó Péternek a promó videói. Tehát legalább ezáltal, hogy mi nekünk van fogalmunk ezekről a VV-senki háziakról, legalább képesek vagyunk egy vélemény alternatívát képezni mindazzal szemben, ami a mainstream médiában ezzel a hulladékkal kapcsolatban elhangzik. Jobban aludnál így? Jobb lenne, ha lehetnél úgy vegán, hogy te csak csomagolt csirke mellett eszel, és nem nézed meg a vágóhidas videót? Úgy könnyebb elfogadnod a húsevést? Ide is csatlakozhatnánk, hogy nem az a lényeg, hogy te jól aludjál. Vegyünk tudomást a valóságról. Értsd meg, hogyha mi nem nézzük meg, és széles gesztusokkal... Neked nézzük! Széles gesztusokkal és felszegett fejjel fölmenetelünk az elefántcsontoronyba melléd. Semmi keresni valónk ott soha. Ennek a való világnak, ennek a 10-es szériának nem lenne kritikája. Jobb lenne? Nyilván van kritikája, de nem azt fogyasztjuk. Helyette a VV-t nézzük. Nincs időnk elolvasni a kritikát, mert nézzük. Nem az a kritikája lenne, meg aminek a hiánya miatt mi rádióműsorokat készítünk. Azért ülünk itt, nem azért, mert én egy introvertált ember vagyok, én nem szerepelni akarok. Nekem hiányzik egy vélemény, és ha nincs ott, akkor örülök, hogy elmondhatom valahol, tök mindegy, hogy kihallgatja. Tudod, engem milyen felháborít a női jogvédő szervezeteknek a kussolása. Tudod, ezek a szervezetek, ezek örjöngést rendeztek. De hát ők nem nézik. Ügyben, mert nem kapnának műsorsávot, hiszen ez a legnagyobb műsorsáv és nézettségcsatornának a műsora. Hát hova menjenek rikácsolni, na, vagy hát ugye érdeket képviselni? Na hát ugye arról van szó, hogy az RTL
A nagyszerű európai RTL, az a humánumnak, az az európaiságnak, az a kultúrának, az ugye az ászlós hajója, és ugye a MeToo-nak is az egyik helyőrsége. Ennél fogva a női jogvédő szervezetek nem engedhetik meg maguknak, hogy beleszálljanak a bestiális hímsovinizmus dacára. Bérőgyilkosság lenne. Bestiális hímsovinizmus zajlik az RTL tálalásában, és a női jogvédő szervezetek éppen nem oda néznek. Bezzeg, amikor a töredéke, a tizede történt meg a MeToo ügy kapcsán, meg Sárosdi Lilla és Marton László kapcsán, akkor persze ment az örjön. Robi, az jobb lenne szerinted, hogyha úgy vágnák, úgy szerkesztenék, hogy ezeket a jeleneteket szándékosan kihagynák azért, hogy ne idézőjelbe promót ezt a visegerés, nem lenne jobb, de akkor se lenne jobb, hogyha úgy választottak volna össze a karaktereket, hogy ez biztosan ne fordulhasson elő, akkor se lenne jobb. Ez nem az én véleményem. Én nem vagyok a cancel culture híve, ők viszont azok. A női jogvédő szervezetek viszont azok. A kultúrbal hadállásai azok viszont ezért küzdenek. Ezért, hogy az, ami az ő ízlésüknek nem felel meg, ne kerülhessen képernyőre. Én csak a konzekvens magatartást várom el tőlük. Én nem várom el, hogy a VV Dani vagy a VV Renátónak a mocsoksága ne kerülhessen képernyőre. Ezt ők várják el. Akkor jó lenne, ha végre eldöntenék, hogy mit akarnak. És nem az alapján döntenének, hogy a füttyögő proli ellen ágálni az éppen kifizetődik nekik, az éppen megéri nekik, mert amögött nem állott az RTL a teljes tekintélyével és a teljes média súlyával. Amikor viszont ugyanezt a VV Renátó vagy a VV Dani adja elő az RTL védnöksége alatt, akkor mindjárt hatalmas kussolás zajlik. Sometimes people make a war. Iniko, Melaniko, Noroxa, I. Papa, Varua, Pachiki, Dan. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Lotfi Begi és Binky és Manuel közös produkcióját hallgathattuk meg. Ez a Való Világ műsor főcímdalának újravart változata. Erről a zenéről azt kell tudni, hogy nagyjából a szövege 20 éve állandó, és nem nagyon próbáltuk meg még azt a hadsort értelmezni. Erre tegyünk egy törekvést. Másrészt ugye eddig Tóth Gabi hangján szólalt meg több mint egy évtizeden keresztül. Előtte nyilván valaki másén, én azt érzem. Csak még mielőtt bármit elmondanánk az igazságot. Első ránézésre klippestül egy minőségi felvarrás történt. Tudod, egy jó ilyen funk, egy elég progresszív elektronikus hangzás, és azt mondtam, hogy na, milyen jó új ruhája lett a csomagolás alapján, csak aztán kiderült, hogy ez a király új ruhája, vagy hát sajnos ugye ez a produkció ehhez az évhez tartozik. Milyen ütős kis prolihimnuszt sikerült össze rikkenteni. Itt minden ilyen proli önvallomás. Már a legjobb értelemben véve, ugye? Úgy értem. A legjobb, a legprofibb. Tudod? Én föl is álltam közben, vigyázva. Ezek a proli mantrák. Én mondhatom. Ezek a proli mantrák, tudod? Hajszol a vérem, csábít a fény, tudod? Ez a 90-es évek magyar tech diszkó. De ne váltsuk apró prénzre ezt a szöveget, mert 20 éve hallgatjuk. Sorról sorra, szóról szóra értelmezzük, hogy mit hallgatunk, amikor bekapcsoljuk a való világot. Az történik, hogy a proli mantrákat egymás mellé írták, és gyakorlatilag abból hegesztették össze a szöveget. Mindegyik sora, mindegyik szava egy-egy proli mantra. Egy ilyen önigazolós. És örökzöld, 20 éve megállja a helyét, mind a diszkóban, mind a csatatéren. Igen, ilyen sörtől böfögő proli megmondások. Azt mondja, bárhová sodor az élet, hajszol a véred, csábít a fény. Azaz, teljesen mindegy, hogy mi a konte... Így van. Pontosan. A rovarok persze ugye na most akkor így biológiai fél óra, bár én a szaporodás biológiában vagyok ugye elmélyülve, de azért... Én meg abban érdekelt. Így, ahogy mondod. Azért repülnek neki annak az UV-s rovarcsapdának, mert azt szeretnék, ha mindkét szemükre ugyanannyi fény jutna így. Ez az egyensúlyérzés, ami miatt a Tourette-szindróma
szindrómát gyógyítják fogszabályzóval, a felborult egyensúly, a felemás érzés, az, hogy itt valami nincs rendben, az olyan, az embereknél viselkedési tikkeket okoz, míg a rovarok pedig a halálukba repülnek, csak azért, hogy mindkét szemükre egyforma mennyiségű fény jusson. És az az állításom, hogy csábít a fény. És azt hiszem, hogy a VV szereplők is a halálukba repülnek, és addig, ameddig meg nem érkeznek bele, addig nem is sejtik. Addig csak a fényt látják, ami elvakítja őket, és ami egyre csodálatosabb, és egyre közelednek, és amikor aztán megsülnek, ahogyan BB Évi megsült a maga rettenetes módján, akkor már csak a blik fotósa kíváncsi rájuk. Érdekes, hogy ráadásul az UV-fényről van szó. Ha véletlenül a felső oktatásban mártaná a lábát valamelyik szereplő, akkor ott is az UV lenne a leggyakoribb kifejezés, kerül. Amúgy ez Amanda az talán mártott. VV Mercedes, aki 4 napot élt a villában, ő az első diplomás szereplő lehetett így az egész reality történetében. Nem kizárt. Egyébként ez a... És 4 napot tudott. Róla azt sem tudták eldönteni, hogy nő vagy férfi. Egyébként rendkívül sértő, de a nézők körében elindult egy ilyen mítosz, hogy lehet, hogy lett egy transzszexuális szereplő, de nem írta annyit ott, hogy kiderüljön, hogy nem, vagy hogy igen. Ez a fény felé repülés, csak hogy tényleg annyira ilyen dupla vagy semmi, ez az egész sztori nekik 20 éve is az volt, hogy egy, de inkább másfél embernek ez hozhat, és 3 epizódonként mondjuk másfélnek hozhat egy a fényt. És mindenki másnak, és ott vannak ezek Majka a példák. Majka az egy, és meg, ki a fél? Meg a VV Anikó, az Anikó így van, aki azóta olyan kellemesen tud ezeken, hogy is mondjam, így felülemelkedve nyilatkozni műsorvezetés közben ezekről a szereplőkről, mintha nem ugyanilyen szinten, vagy majdnem ugyanazon ugyanilyen az szinten. Ajtón lépett be. Igen, de nagyon jól lehet. Be, amin ők a villából és és nagyon szép recycle ez, vagy újra ez a fenntartható valóság sok. A házi sztárgyártás az most már egy bő 10 éve mind a két nagy csatornának a módszere arra, hogy egy papírszámlatömbbel és egy negyed akkora gázsival is megósszuk a produkciókat. Csak igen, és tehát, hogy ez nagyon-nagyon... Miközben a létatét, bocsánat, tehát, hogy a média szereplés rengeteg pénzt ér, ugyanis oda te a nevedet, az arcodat és az egész életedet adod el, ha ott szégyenben maradsz, azt neked az utcán az arcoddal viselned kell, az elől külföldre kell menekülnöd. Ha ott büszke lehetsz magadra, akkor egy gazdagságot kaphatsz érte. Ott tényleg több a tét, mint az, hogy aznap kaptál érte egy gáz. Talán így volt 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor ezek a reality szériák elindultak, amikor még tényleg 3-4 millió ember nézte ezeket. De a helyzet az, hogy ma már egyre kevésbé van így, és hát nagyjából 15 perc hírnévről beszélünk. B csatornán este 10-kor megy, nem pedig a A csatornán főműsoridőben, eleve nagy különbség. Nem rájuk gondoltam, ezeket... hanem egy műsorvezetőre. Tehát igen. Az, hogy a Megasztár vagy akárminek a zsűriébe is már az előző évadosok ülnek. Képzeld, mi pénzt kellett egy Presser Gábornak, aki egy valódi nagyság, valódi véleménnyel, valódi hozzáértéssel és egy 50 kifizetni, és mit kell adni ugyanezért a Tóth Gabinak. De nem ezt látjuk, hogy az akadémikus szellem, meg az akadémikus igény, az kivész a világból. Tehát ahogyan eltűnt onnan a Presser Gábor, ahogyan eltűnt onnan a Fenyő Miklós, ahogyan eltűnt onnan a Pierrot, mindazok, akik beszélek. Oszi. Ugye? Mikor mi? Ugye? Én meg tudnod azt akartam még mondani, hogy beszélnék. Nagyon beszélnék már egy ideje. Magadtól is tudnod kéne, hogy miért szóltam közben. Meg hogy én miért jelentkezek itt egy ideje már, ugye? Mert beszélnék. Hogy én nem befejezd be a gondolatmenet, hogy ez a másfél ember, ha nem lett volna. Nem tudom, mennyire volt ez tudatos. A gazdaságosságát értem, az biztos, hogy tudatos, hogy igen, sokkal olcsóbb nekünk egy Anikóval vezetni már ezt, ugye majdnem, hogy önfenntartó a rendszer. De hogyha nem lennének ezek az emberek, akkor még lenne olyan vonzó ereje, annyira az a fény annyira erős lenne, hogy jönnének ilyen, sokan jelentkeznének játékosnak. Egy kicsit eltúlozzák ezt, hogy itt a létatét. Tehát egy kicsit túl nagyot mondanak. Az a háború, ahol a létatét. Tehát azért ez egy kicsit el van túlozva. Az itt a villában, értelmében a létét minősége a tét, hogy ezután nekik a cérnagyárban pedig, vagy a sarkon kell dolgozni, amire lediplomáztak eddig. Amire eleget tanultak. Igazságtalan vagyok, mert mit tudom, Renátó például fodrász, tehát egy rendes szakmájuk van, hát a Fru Körmös, de az is egy rendes szakma, csak a jó ízlést szerintem nélkülözi. De
de a lét úgy tét, hogy megcsinálhatják magukat úgy, mint egy jobb családból származó ember, aki 23 évesen a szüleitől kapott egy lakást, és úgy vág neki az életnek, hogy amiatt már nem kell aggódni. Csak tudod, ez egy hazugság. Ahogyan Gagarin hazugság volt, meg Gagarinnal azt kommunikálta az emberiség, hogy most már az ember mehet az űrbe. Nem. Továbbra sem mehet az űrbe. Gagarin mehetett az űrbe. Ugyanez a helyzet Majkával. Majka egy hazugság. Nem úgy értem, hogy Majka hazudik, mert amúgy ez is igaz, hanem úgy értem, hogy Majka maga egy hazugság, amennyiben arra gyártotta le őt, arra termelte ki őt a média elit, hogy a reality-be te akarjál menni, mert az legyen a mítosz, hogy ebből Majkává lehet válni. Valójában nem lehet. Valójában azért gyártották le a Majkát, ezt a hazugságot, hogy ez az illúzió megmaradjon, és továbbra is jelentkez. Ezt a szándékosságot nem kérdeztem. Lehet. Valójában vajon... nem lehet. Nem mehetsz az űrbe, Oszi. Igazat mondasz, de nem ezért gyártották le. A 120 indulóból legyártódott egy, lett egy, aki fel tudott emelkedni, igen. De a 120 esetből 118 és félben nem okozza nem a VV mondom... szereplés ezt. Maximum egy magasabb gázsit Dubajban. Én nem azt mondom, hogy egy kreatív producer ezt így kitalálta. Én azt mondom, hogy a média elitek így működnek, és ez a funkciója a Majkáknak, meg a Majkává válásnak. Jó, de ugyan okokozati összefüggéseket ne forgassunk meg, de értjük, hogy a végén a megfigyelés az pontos. Játszom a szerep, nézd, ez az egyszerű képlet. Újra a lét a tét, ezt állítjuk. Bárhova játszom a szerepet. Nem jelzik itt egy rag? Játszom a szerepet, nézd, igen, igen, igen. Ez az egyszerű képlet. Az érdekes, hogy tényleg szerepet játszanak. Mindig mondják ebben a játékban, hogy ez egy játékban. Nem is játék. Nem játszanak. Ha játszanának, akkor taktikáznának. És amikor azt mondják, hogy nem taktikázom, mert őszinte ember vagyok, megint egy prolitetkót olvasnak csak fel, hogy én őszinte vagyok, és arra nagyon büszkék vagyunk. Legyünk akkor olyan büszkék, mint Mo. 100% őszinteség, 0% kegyelem. Működik ez is. A másik, hogy van ugye bent most egy olyan szereplő, akinek van ilyen, mondjuk úgy, hogy színészi múltja, és hogy mivel ez neki van, ezért bármelyik viselkedését azonnal meg tudják vádolni, bármelyik viselkedésére rá tudják húzni, hogy színészkedik, miközben a főcímdal, meg az egész, az egész formátum egy kicsit arra játsz, hogy igen, te itt hozol majd egy karaktert, egy formát, egy színészked, és közben azonnal mindenki azzal vádolta, hogy ő színészkedik, de tényleg nem tudtak már mibe belekötni, akkor elővették azt, sőt, igazából csak azt vették elő mindig. A színészi múltat az éjjel-nappal Budapest szereplésre. Igen, ezért nem akarod ilyen hosszan, tehát most... A nemzetszínésze. Tudod, ott a fent a Központi Fizikai Kutatóintézet, tudod, na ott vagyok én portás, igen. De hogy... Onnan mesélni, tudod, hogy felszállsz a 21-es buszra Moszkván, akkor elmész a végállomásig, ott balra fordulsz, mész kb. Egy kilométert, és akkor itt is ott vagyok én. Részecske gyorsító, na ott vagyok én portás. Nem fekszem le. Nem várok már tovább. Nincs több időm. Túl fiatalon kezdtem, és túl sokat mentem a fejem után. Hát ezek a gyémánt kategóriás proli megfejtések. Mindig ez volt. Itt vagyok már, semmit sem bánok. Csak meglett ez is. Hogy hívták azt a fiatal urat, akinek a számát itt elemeztük egyszer, aki a középiskolaiból az összes jó csajjal csinált egy videóklippet. Na, hasonló volt a szövege neki, ez a Sunshine, Balaton, Budapest. Megvan. Az volt picit ilyen hangulatú. Tudod, ebben az a szellem tükröződik, amelyik önmagára úgy gondol, mint a létezés vasmagjára, amihez minden más körülménynek rendeződnie kell. A világon hajoljon minden, ő pedig álljon, mint a szöveg, és minden az ő gravitációs mezőjében hajoljon meg, ő neki. Én ilyen vagyok. Én mindig is ilyen voltam. Nem bánok semmit, hogy is bánnék bármit, hát valójában én vagyok a létezésnek az alapja, az alfája és omegája. Meg a hibátlanság. Nem fogsz bánni semmit, mert nem is hibázol. Állít itt valami érdekeset azért, ami a változásra utal, hogy azt mondja, hogy túl sokat ment a feje után. Tehát túl sok a gondolkodás. Ugye itt jön az, hogy én szívvel játszom, de mondhatnánk ezt úgy is, hogy az eszem eddig mindig cserben hagyott, hiszen hülye vagyok. A társadalom hülyébbik feléhez tartozom, ami még nem bűn, rengetegen vagyunk ott.
De ez nem vál, ez nem egy jó stratégia, hogy én gondolkodom, mert ahányszor megpróbáltam, én alul maradtam. Belátom, hogy én buta ember vagyok, ezért szívből fogok játszani, és utána ezt erénynek állítom be, hogy én szívből játszom. Hát mert mi a francból játszanál még, ha csak nem ösztönből, mint Renátó. De mi van, ha szíved mint sincs? Mint egy állat. Mi van, ha szíved sincs? Mi van, ha érzelmileg is, és most az érzelmi akkor marad az, hogy így üvöltözöl a csajoddal. Igen, ez az, ez az érzéketlenség. Értem, hogy ő ettől még egy érzelmi manipulátor, és magas színvonalon űzi ezt, de az érzéketlenség, az azt hiszem, hogy, hogy a kellő kifejezés, hogyha Renátót minősíteni kell. Hol van a gengem? Rengeteg idegen ember. Most hagyjatok egyedül, nem érdekel engem, fontosabb az, hogy itt nyerjek. Itt nekem a mi folyik így gyöngyösen idéződik fel. Most hagyjatok egyedül, most mindenki menjen! Egy érdekesség ez a rengeteg idegen ember, tehát szintén a főhősünk mondta azt, hogy szeretné megdönteni a Puskás Péter rekordját, és hogy ő most 370 szerelemnél jár. Kiről beszélünk? A Renátó befele menet mondott ilyesmit, és akkor azért... 371 most. Milyen jogosan féltékenykedik az ilyen, ugye? Egyrészt, másrészt nem is az, én ebben teljesen még nem is jogosan, le, ezt a mintát látta maga körül. Na de világos, de könyörgöm, ő így trófeákat számol és strigulákat húz, miközben a csajának a vállához valaki hozzáér. De ő férfi, neki lehet, teljesen más, meg nem. A nő nem ember, a sör nem alkohol, a medve nem játék. És hogy fogja ezt ebbe a pár hétben most akkor vinni tovább, ezt azért felmerült ez a kérdés, hogy nem, nincs ez a 130 hölgy ott bent vele, akivel meg tudná dönteni ezt a rekordot. Ja, hiányzó. A hiányzó 130, akkor igen. Az, nem értettem. A matek nem jött ki. Itt amúgy 129 csak, most és, már a, igen. És az a szülinapom, január 29. Itt a való világnak a zendülés szelleme az egy az egyben átsüt. Soha nem maradok csendben, mert túl sok a pia már bennem. Akkor is felállok magamért. Súlyos szó ez a mert. Igen. Mm. Akkor is felállok magamért. Tudod, nem kiállok. Felállok magamért. Rossz ige, felállok a bunyóba. Rossz igekötőt használ. Tudod, nem felállok magamért. De fel csatasorba áll fel magáért. Itt azt kell érteni, hogy ha részegen belém köttök, én ütök. Hiszen ide tartozom, ez a család, ebben vagyunk mi egyek, egy vérből valók vagyunk. Az a vér, ami hajszol téged és csábít a fény, az erre jogosít fel, hogy berugok a kocsmába, és ha egy rossz szót hallok, vagy csak gondolok, vagy csak ránézek, azt gondolom, a hogy a vál az segg, akkor ütök. Ránézek a hosszú nyelükésre, összeszúrlak, összeváglak benneteket. Hiszen én a Mukinak a fia vagyok. Tudod, arról van szó, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen főcímdallal az RTL nem csak a receptúrát adja át, hogy mit kell oda bent csinálni, nem csak használati utasítást ad a villához, de mint egy erkölcsi felelősséget is vállal mindazért, ami oda bent zajlani fog. Tehát a helyzet az, hogy ezt a refrént, meg ezt a verzét, ezt a Pörög az élet című számot az RTL leadta, és tulajdonképpen szóról szóra követik a villalakók. Az RTL-nek nem lehet oka, és innentől kezdve már senkinek nem lehet oka a szemrehányásra, vagy a megdöbbenésre, mert hát tulajdonképpen akik ott vannak, erre szerződtek, és hát tulajdonképpen az RTL erre szólította fel őket ebben a főcímdalban. Nincs is ilyen jó, ilyen pontos főcímdal, kevés televízió műsornak jut. Egyrészt passzor, és ez jó meglátás, de nem álszentkerés lenne, hogyha valami egészen másról szólna a fő címdal. Tehát pont ez a lényeg szerintem, hogy és nem akarok belelátni egy végtelen jó szándékot, hogy mi ennyire megmutatjuk, hogy mi a célja ennek a műsornak, viszont el is találták ettől függetlenül. Hát igen, világos, hogy eltalálták, csak tudod... Vagy eltalálta az egy illető, aki azért annyira sok időt nem töltött ezzel a szövegírással, reméljük. Csak leolvasta Renátó hátáról a Tetkó feliratot. Egy tisztávirat a háta, én megpróbáltam megfejteni, de olyan szintű... Egy holmár képes lapszerzőjétől. Igen, körülbelül, igen. Ez a fekete fehér, de a pipas meg a rózsának a feje az vörös rajta. Egy sorral még tartozunk a refrémből, azaz a műsor főcímdalából. Pörög az élet, egy kulcsukon nézed az egyszerű képlet, itt a lét, a tét. Tehát itt megvalljuk, hogy azért ez itt egy peep show élmény, ez egy leskelődés, ez egy voyeur műfaj. Igen, csak tudod, pörög az élet.
tényleg az élet? Ez tényleg az élet? Egy pereg, része már eléggé, ahogy pereg a kaja. Pereg. Való villaliban. Nagy, borzasztó rosszul érzem magamat, hogy az összes mém és kulturális hivatkozás egy népcsoportot érint, amiben mi most bele-bele csúszunk. És ez nem a mi hibánk, bennem nincs ilyen szándék, hogy angilalizzak itt a műsorban. De ha egyszer ez jön ki belőle, és nem a bőrszín, hanem az esélytelenség és a szegénység miatt. Hát itt nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez elsőrendűen szociális probléma. Csak hogy ennek a szociális problémának nem, attól tartok, nem az a funkciója, hogy kulcsjukat váljunk a falára, és azon keresztül nézegessük. Azt hiszem, hogy ezt a szociális problémát elsősorban kezelni kéne, és nem élvezkedni rajta. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.